egyszer megfelejtották, hogy hogyan kell öltönyt hajtogatni szépen, de aztán... Elfelejtetted? Anyukám megmutatta, hogy hogyan kell egyébként az öltönyt tényleg rendesen hajtogatni, csak aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy soha nem kell öltönyt hajtogatni. Na, álljó égnek. A drága részére gondolsz? Nem, hanem nyilván az akkóra, tehát hogy kifordítva és a váltöméseket szépen egymás alá tenni, hogy ne gyűrő. Oh, ugye? Szempont megvan, a tudás már nincs. A tudás megvan hozzá, de igazániból a munkahely nincs meg hozzá. Szerencsére más a munkahely. Én ezt úgy oldottam meg, hamar erejét vettem az egésznek, nincs öltönyöm. Van, persze. És milyen öltöny nélkül a világ? Csodálatos. A Random Trip olyan élő koncertsorozat, amelyen minden dal élőben, a közönség előtt és az együttlét inspirációjából születik meg. Mindezt különböző műfajból érkező, de a közös improvizálásban örömet lelő hazai és külföldi zenészek által. És ahogy az együttzenélés hidat épít közöttünk, úgy szeretnénk ezzel a sorozattal megosztani veletek az elmúlt 10 év közös nagy kalandját. Epizódról epizódra felvillantunk valamit abból, amiről úgy hisszük, sokunk számára emlékezetes lehet. Random töri, kulisszatitkok és egy közösség, amelynek tagjai nyitottak egymásra. Hallgassátok szeretettel! Készen álltok az utazásra? Segítek benne! Horváth Gergely vagyok, rádiószerkesztő, podcaster és random fan. Az első lépést együtt tesszük meg az ötletgazda zenekarvezető dobos Delovjávorral és a scratch bűvész DJ QC-vel, a Random Trip 2 oszlopával. Jó lesz! Gyertek! A kezdetek! Megvan az első kérdés. Mi volt a legnagyobb Insta story? Insta story, hát nem viccelj. Én megmondom, mi a legnagyobb Insta story, hogy a Tündi múltkor kirakta, a Pozsegár Tündi, aki a Random Trip Managementben az egyik nagyon-nagyon fontos fogaskerék, és a mindennapi dolgainkban nagyon sokat segít, szervezésben és stb. És kirakta, hogy és jön a Jamiroquai dobosa a Budapest Parkban, és az első ember, aki lájkolta, én voltam. Szóval szerintem ennél nagyobb Insta story-t nem nagyon tudok elképzelni. A nap végére fel 23-ra. Az van, hogy rá kell még gyúrnunk erre az Instára, tehát, hogy hát, a Facebookon sokkal erősebbek vagyunk. Vagy nektek, vagy a Jamiroquainak. Hát igen, meg ez egy új dolog még ez az Insta, úgyhogy kapaszkodunk. Meg a Jamiroquai is, ja nem. Igen. Na, és mi van, amikor az Insta volt még új dolog, ahol ti léptetek föl 10 évvel ezelőtt? Mi is volt? Egy pillanatot csak az ugrott be, amikor azt hiszem első vagy második születésnapi koncertünk volt, Szikra moziban. Megvan, persze. Amikor elterjedt a városban, hogy egy új hely nyílik, szuper lesz. Én még a Forrest Gumpot láttam ott 90-valahányban, családdal, elhúzható a teteje, stb. Hát, szegény klubnak körülbelül volt 3 koncertje, mert hogy a 6. emeleten és a fogmosó pohár ugrabugrált végig a fürdőszobában. Lényeg, hogy végül a lakóközösség ezt annyira nem támogatta, de ott a Szikra mozi egyik ilyen, vagy ott a Szikra moziban a koncertünkön oda jött hozzám valaki a közönség soréből, és azt mondták, hogy figyelj, akkor feltettünk téged a Facebookra, meg a Random Trippet is. És mondom, az micsoda? Mi az a Facebook? Hát egy ilyen közösségi oldal, és hogy azért, hogy akkor oda feltettünk téged. Mondom, nagyon aranyosak vagytok, köszi szépen, én megyek vissza, akkor inkább most zenélni. És ennyiben maradt a dolog. És egy év alatt 500 rajongónk lett a Facebookon. Hát igen. Csak ez ugrana. Abban mennyi igaz, hogy a legelső instás fölépésen egy darab ember volt a legelején? Az instantos? Instantos, persze. Hát hárman voltak, hárman, négyen. Először egy ember jött le, bocsánat. Jávornak volt ott egy-két cimborája, meg nekem egy-két cimborám. De ez az elején nyilvánvalóan későbbiekben, tehát nem végig négyen voltak, érted? Az az elején. Az jó zene az bevonza az embereket, és eleve az instantba igen sok külföldi jár, aki szereti az igényes jó zenét,
és ezáltal azért már az első koncerten is azért voltak nem 200-an, de 50-en biztos, hogy meggyűltek így a végére, 40-en, 50-en. Ezért megszépülnek az emlékek. Én konkrétan arra emlékszem, hogy egy ember volt, úgy köszöntem, hogy szia, elkezdtünk zenélni, és a szett végére lettek, mit tudom én, 5-10, és a szünet utáni szett végére meg 20-an. Na, hát mond, jó, és, hát, abból visszajött, és abból visszajöttek a következő bulira, mit tudom én, már a koncert elején 10-en. Hát, igen. És akkor amíg eljutottunk oda egyébként, hogy 200-al legyenek, azért az egy kicsikét hosszabb idő volt, mert egyébként kb. Az egész klubban mondjuk összesen befért 150-200 ja, hát ember, igen, nem vagy 200, nem tudom. Jó, nem 50-en, 20-an, de végére azért meggyűltek az emberek ahhoz képest, hogy az elején mennyi voltak. Hát nyilván az legeslegelső pillanatban, amikor bekezdtünk, akkor már voltak 2-3, nem vagy egyedül, és aztán jöttek a többiek. Nem, én konkrétan arra emlékszem, hogy egy ember az állt, igen. És lehet, hogy ez a másik kettő meg hátra ment a pulthoz, volt még ott egy ilyen félre első rész. Elnézem, és lehet, hogy keverem a parkkal, nem? Jaj, nagyon, nem ide. Szóval nem álltunk jól közönségügyileg, maradjunk annyiban. Mikor volt ez, 2009. január? Vége, igen, ugye? Valahogy így. Igen, igen, igen. És ha már itt tartunk, akkor mi volt az a pillanat, amikor a legtöbb ember állt előttetek? Az viszont pont az emlegetett Budapest Parkban, igen, volt. Igen, az volt eddig a teteje szerintem. Amikor a Zenehit című lemezünknek tulajdonképpen az előbuliaként egy ilyen kis minifesztivál csináltunk, kihoztunk egy kis lemezt, ez a Free című szám, amit Wolfival, Fábián Julival közösen készítettünk, és ez egy keddi nap volt, és egyszer csak ott állt 6000 ember. A Budapest Parkban, ameddig szemmel lát ember állt, én azt nem akartam elhinni. És olyan. Kettő között eltelt 8 év? Hát körülbelül igen. Körülbelül 8 év. Kiuszi, felőled nézve onnét, vagy hogy néz ki ez a megalakulás időszaka, meg pillanata? Hát én a Jávort már előtte is ismertem, még annó, amikor Király Lindának voltam így az egyik ilyen háttér MC-je, rapper, beatboxosa, akkor már egyszer találkoztunk, mert eljött egy ilyen koncertre velünk, nem is tudom, valami helyettesítés volt, vagy valami volt, hogy eljöttél valami miatt velünk, akkor hát még nem is ismertük egymást, és ott volt tök fiatal csávó, nyomta egész végig a poénokat, tudod, röhögött, tényleg dőlt a busz, meg minden. Aztán utána elvált. Aztán kis rúgtak. Kisvártatva. De tényleg volt két-három közös bulink volt, aztán nem jött össze úgy annyira az egyik, és akkor már nem élettem a dobos ennyi. Nem, jó volt a duma, csak hát akkor még ugye. Dobolás viszont nem. És akkor arra gondolt, hogy itt van ez a rossz dobos, annyira összeállok vele? Nem. Hát utána minket akkor így szétmentünk, mindenki ment a saját dolgára, és egy idő után megint összesodort minket a szél, mégpedig a Barabás Lőrinc Electric Projectbe, ahol én átvettem a Élő Marci szerepét a DJ részről, és ott akkor már a Jávor benne volt ebbe a projektbe, és akkor meg én hogy szia, te voltál, persze, minden. És azóta így, együtt pörgünk ilyen szférában, és mikor már így vége fele volt a Lőrinccel, ilyen 2 év után, akkor Jávor egyszer csak így feljött, hogy mondta, hogy te figyelj, lesz egy ilyen új projekt, amit kitaláltunk itt az instantosokkal, hogy mi lenne, hogyha mondjuk én lennék a DJ egy olyan dologban, ahol csak a Jávor a fix, meg én, és mindenki más pedig forog körülöttünk. És mondtam, persze csináljuk, próbáljuk ki, baromira tetszik, lehet benne scratchelni, amit imádok, ugye, lehet benne akapellákat keverni, meg beatboxolni, mi kell több, egyértelmű, hogy belevágtunk, úgyhogy azóta tart ez a dolog. Tehát ő hívott téged? Igen. Ő volt az értelmi szerzője ennek az egésznek, alapvetően. Értelmetlen szerző. Igen, értem. Neked miért a fejedben, Jávor, amikor ezt a alapállást megálmodtad? Tehát egy dobos meg egy DJ-re alapozni egy karriert. Alapvetően szerintem az elsődleges motivációm az volt, hogy egy egész estés történésben gondolkodjak. Szóval nem csak a koncertre szerettem volna ezt kihegyezni, ezt a dolgot, mert akkor önmagában véve tényleg bármilyen hangszeres zenészeket hívhattunk volna. Azért volt nagyon fontos a Q-sz, és azért szerettem volna egy DJ-vel együtt zenélni, mert én azt szerettem volna, hogy legyen az estéknek eleje, közepe és vége, úgymond. Tehát legyen egy felvezető időszak, magyarán legyen egy DJ, aki mondjuk előttünk játszik, és megteremti a hangulatot. Warm-up? Igen, így van pontosan. Aztán ez a DJ lehetőleg majd a koncert után is jöjjön vissza, csatlakozzon, és vegye át a stafétabotot, és vigye tovább a bulit. Jó, kihasználtak, igen. Igen, de a legfontosabb szempont, hogy minden barátságban. De imádtam, és ez nagyon fontos.
De a legfontosabb, hogy a koncert alatt is velünk legyen, tehát zenei legyen a DJ. És azért az akkori palettát végig gondolva azért nem túl sok mindenki jöhetett szóba. Egyrészt, másrészt nem is ismertem olyan túl sok DJ-t, de a legzeneibb srác ezek közül nyilván egyértelműen a QC volt. Tehát mindig is éreztem azt, hogy ott van az a többlet, az a plusz, amit a rádióban hallható DJ-ktől nem kapunk meg, azt gondolom. Tehát, hogy nem tud... Bocsánat! Nem tud tulajdonképpen igazi zenészként viselkedni vagy részt venni a zenei performanszokban, mert hogy alapvetően ezek az emberek mindig egyedül zenének, egyedül alkotnak meg valamit, és ez egy hosszas laboratóriumi munka lehet kvázi, úgymond, tehát a kis házi stúdióban elkészítik, amit ők megálmodnak. Itt viszont egy olyan emberről álmodoztam, aki tud reflektálni azokra a pillanatnyi történésekre, amiket mi hangszeres zenészek ott a színpadon rittyentünk. De neked ez az ideát honnét jött? Én nem tudom. Gondolom, nyilván az ember, mikor valamit így elkezd megálmodni, akkor körülnéz maga körül, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésére. És az is valamilyen szinten befolyásolja ezt a folyamatot, biztosra veszem. Tehát nyilván volt egy alapkoncepció, és akkor próbáltad kitölteni azokat a dolgokat, hogy mit lehetne még, és hát akkor igen, Ha onnan indulok, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon régi becsépülésem, hogy vannak ilyen alapszabályok szerintem, hogy mit ne kövessünk el mondjuk egy koncerten. És mégis meghívtál, szóval. Igen, mit ne kövessünk, és például az egyik ilyen íratlan alapszabály, azt gondolom, hogyha vége van egy koncertnek, akkor ne legyen már utána hirtelen csönd, és Szabó Ervin könyvtári silence, mert egyszerűen én attól meghalok, tehát hogy elkezdem ott a síri csöndbe letekergetni a cintányérjaimat, tehát szólaljon már meg a muzsika, és ezt pontosan jól tudjuk, hogy az ott nagyon sok idő telt el, de hogy fesztiválokon, egy csomó helyen nem szólal meg sokszor semmi, tehát hogy ott tök béna a szitu. Szerettem volna valakit, aki azt a jó energiát, azt a jó rezgést, amit mondjuk egy koncert meg tud teremteni, azt tovább tudja vinni. Tehát legyen tényleg tovább vívve az egésznek a sodrása. Na most, hogyha már ott van egy DJ, akkor milyen jó lenne, azt is megfigyeltem, hogy valami miatt a fesztiválokon azok az előadók sokkal nagyobb tapsot kapnak, akik nem a nullából kezdik el a koncertjüket, hanem mondjuk van egy előzenekaruk, vagy van egy warm-up DJ. És akkor valahogy adta magát a dolog, hogy akkor gondolkodjunk estében, de olyan szinten, hogy még zenéket is másoltunk. Emlékszem, hogy pont volt, Mirkóval, Milosevics Mirkó. Ti is hoztátok a saját stílótokat. Barátunkkal, igen. Tehát nagyon jó billentyűs barátunkkal, iszonyatosan rá voltunk pörögve akkoriban a mindenféle ilyen soul-funk trackekre, régi ilyen italodiszkókra, tényleg ilyen 70-80-as. Hát én ugye meg a break miatt eleve a funk nekem egy szívem csücske, mert a break-táncosoknak zenélek sok esetben ilyen betlőkön versenyeken, és ők kimondottan az old school 70-es évek funkjára vannak ráállva, így ritmikailag, meg zeneileg, úgyhogy ez különösen közel áll hozzám. Én azt vártam egyébként, azt vártam az első-második buli után, hogy oda fognak jönni hozzánk az instantosok, és azt fogják mondani, hogy srácok, a koncert tök jó, de nem lehetne valami normális, ismertebb zenét, szóval nem lehetne egy James Brown, I Feel Good, ha már funky, nem tudom, és nem, és senki nem szólt bele. Igen, azért azt tudni kell, hogy eléggé jó csapat volt akkor az instantban, akik jó rálátással voltak a zenékre, úgyhogy... Már hogy a közönség? Nem, most maga a stábról beszélünk, tehát eleve a stáb is nem véletlen került tűnni is oda szerintem. Így van, Fülöp Adrián, Bobi, Bobasso. Aki tudja, hogy mi a jó zene, úgyhogy ő imitált meg minket. Igen, igen. Meg ugye maga ez a zenével kapcsolatban, ugye azt se felejtsük el, hogy egy olyan koncepciót is hozott ez a Random Trip, amit eddig nem nagyon hozott semmilyen projekt, már jam projekt sem, mint például az, hogy mondjuk előtte, miközben warm-up-olok, úgy kezd be a zenekar, hogy egyből rászáll a zenére. Tehát kb. Együtt játszunk egy darabig a zenével, az én zenémmel, meg a csapattal együtt. Például ez egy olyan újítás volt, amit még nem nagyon csináltak itthon. De ezt akartam kérdezni, hogy az élő zenei műfajban, tehát abban a jamben, hogy a színpadon születik meg közösen a zene, vagy a muzsika, a random mit hozott, de akkor ez az egyik. Hát ez az egyik, igen. Ami így plusz szerintem, ami így túlmutat az egyszerű jammelésen. A korábbi improvizációs klubokhoz képest számomra talán a legnagyobb előrelépés az az, hogy a vokális vendégeknek a jelenléte egyszer csak megtörtént. Tehát, hogy nem csak egy instrumentális jammelésről beszélgetünk, hanem az énekesek, férfi és női énekesek, vagy akár a rappelek
ugyanolyan pozícióba kerültek, mint mondjuk a hangszerezenészek, tehát aktív résztvevői voltak az improvizációnak. Nekik ez nem volt nehéz csatlakozni egy ilyen... De azért annyit hozzászólok, hogy a rapper szférában azért ez már nagyon-nagyon régen pörög itthon, tehát a énekes szférában azt te tudod jobban, tehát nem a maga az, hogy egy instrumentális zenére rányom valaki valamit, és az passzol rá, és független attól, hogy megbeszélték-e, vagy nem működik, ez a rapper szférában, ez már nagyon régóta pörög. Igen, meg előtte közvetlenül, sőt egy ideig talán párhuzamosan még működött velünk együtt a Gimisát. Szerintem akkor... Igen, ami pontosan erről igen, szól. Tehát csak avval a különbséggel, hogy DJ rakja az instrumentális zenéket, de, amit sokszor után. De a spanyol viaszban szerintem az a leggyönyörűbb, hogy mindenki feltalálhatja. Szóval én megmondom őszinte, hogy nem nagyon járkáltam azt megelőzően például Gimisát bulikon, szégyen vagy sem, uh-huh. De amikor ezt a mások mondták, hogy de hát ilyen már volt korábban, akkor mondtam, hogy jaj, jó, bocs, oké, én ezt nem tudtam. Itt igen. Inkább nálunk az volt az izgalmas ebben a dologban, hogy mondjuk a rapperek meg az énekesek egyszerre tudtak részt venni ebben a sztoriban. Amíg mondjuk egy Gimisát bulin leginkább a Szena volt az, aki az éneket és a rappet együtt tudta egy személyben képviselni, a srácok meg faragták a rémeket, megmúhatatlan mennyiségben. Igen. És nem mellesleg ugye a Gimisátból jött az Airi Mafia is, meg a Barbás Lőnc Eklektrik is, szóval az egy ilyen kis család tulajdonképpen. The Real Mafia. Yeah. És miben jött a név? Ez a te reszortod. Hát ugye ennek a... ennek a Random Tripnek már korábban volt egy instrumentális előzménye, ez a úgynevezett Random Szerda, amit a Lőrinc vezetett, egészen odáig, amíg ki nem költözött Angliába, és itt szépen lassan az a projekt úgy kvázi az ő általam, vagy Élő Marcival közösen indított projektjük, az így tulajdonképpen elhárvadt, és... Ami szintén egy jam projekt volt, mint ez, avval a különbséggel ők nagyon jazzy, nagyon hallgatós dolgot csináltak, kb. Végszékek voltak és ülős volt. És én is egy ideig ott vendég voltam. Tehát ott alapvetően az alapkoncepció az volt, hogy ugyanúgy, hogy teljesen improvizatív legyen, de kb. Volt egy A meg egy B zenekar, és ezek váltakoztak hétről, vagy két hetente voltak azt hiszem a bulik, és a főszervező, az instant főszervezője a Bobby, ami drága Bobink, amikor lejött ezekre a bulikra, tulajdonképpen annyira megbabonázódott, hogy tulajdonképpen az instant indulásokon megtalált minket, hogy nem lehetne valami ilyesmi jellegű dolgot csinálni, és mondtam, hogy vagy konkrétan ilyet nem akartok csinálni, és mondtam, hogy ilyet nem szeretnénk, meg már akkor Lőrinc Angliában volt, de hogyha van nyitottság arra, hogy egy kicsiket ezt másképp csináljuk, akkor vágjunk bele. És akkor tulajdonképpen ezek az előbb említett újítások belekerültek, vagy újdonságok, meg számunkra is izgalmas dolgok a projektbe. Meg ugye akkor is előfordult, amikor Jávor volt a Lőrincnek a projektjébe, hogy én is voltam vendég, és akkor több ízben előfordult, hogy Jávor hogy elindult volna, nyomta volna a bugit, és akkor Lőrinc mondta, jazz, csináljuk, chill, érted? De és akkor ez is szerintem kicsit inspirálta Jávort, hogy jó, nagyon jó, zseniális ez a projekt, de mi lenne, hogyha ezt megcsinálnánk buliból? Tehát az, hogy tényleg pörögne az egész, és az emberek őrjöngve táncolnának, vagy hasonló. Tudjátok, hogy mi jön le, hogy itt egész végig arról, hogy ennél a születésnél, hogy a Jávor tulajdonképpen tök hatásvadász egy arc. Tehát minden, amit mondasz, tulajdonképpen arról szól, hogy hatást akarsz elérni. Ne legyen már csend a koncert után, hanem menjen még a zene, ha dolgoztassuk meg a DJ kollégát, warm-up-pal, és mi a koncert, és még le is vezet. Arra emlékszem, az a tapasztalatom mondott, hogy ahol warm-up van, ott sokkal jobban fogadják a zenét. Igaz? Sokkal nagyobb az amplitúdó. Nem elég a Random Szerda meg a jazz. Legyen valami buli party jelleg. De ez most nem negatívan értem. Értem, igazániból egy ilyen show jellegű dologban gondolkodtunk abszolút, hogy is mondjam, nagyon low budget szinten, vagy nem tudom, tulajdonképpen csak annyit szerettem volna, hogy ne legyenek ezek a kényelmetlen szituációk, hogy
hogy zeneileg is nagy csöndek tudnak lenni akár. Tehát, hogy legyünk többen a színpadon, zenélhessek egyébként nagyon sok mindenkivel, akivel amúgy alapvetően nem zenélhetnék. Egy picit hadd mászhassak bele egy másfél-két órára annak a másik énekesnek, rappernek, gitárosnak, billentyűsnek a zenei világába, és ezért nem szerettem volna azt, hogy állandó zenekar legyen. Egyébként ezzel jól meg is bonyolítottuk a dolgot szervezésügyileg, de őszintén szóval van, tényleg az volt a cél, hogy amikor megtaláltak minket ezzel az egészen, hogy volna erre lehetőség, akkor tényleg ne csak egy órányi vagy másfél órányi zenélésben gondolkodjunk, hanem egy estében. És ezért történhetett az meg, hogy mi valójában az Instantban régen este 8-ra jártunk hangbeállni, ami azt jelentette, hogy 10-ig be kellett fejezni, és a QC 10-től nyomta a különböző soul-funk válogatásait, és olyan körülbelül 11 magasságában ő fel is ment a színpadra, játszott még jó néhány számot, aztán mi arra rászálltunk, és olyan hajnal 1-2-ig tartottak sokszor a bulik. Tehát utána még zenéltem, én van, hogy 4-ig, 4-5-ig is előfordult. Tehát messze lettem elúsztad a legtöbbet a színpadon. Hát, de imádom, úgyhogy... Ezzel mondjuk ez a számít. Jogdíj felosztásban is így. Jogdíj felosztás? Igen. Miért van jogdíj ebben? Nem. Ezt nem mondtad? Nem tudom, ez így. Nem tudom, hát azt gondolom, hogy nagyon sok embernek ebből csak az jött le, hogy van egy nagy DJ-szett, ami meg van szakítva egy koncertetetlen. Viszont a koncertmester már biztosra megy, mert a DJ-be melegített, meg levezet, hogy tulajdonképpen kockázat nélkül le lehet nyomni a koncert. Hátamon cipelem 10 évet, tudod? És közben nem szomorú a társaság. Kölcsönös. Mert azért ne felejtsük el, hogy amikor beszerelték a tévéket hátulra falra, akkor mindenféle ilyen old school, kiadatlan, ilyen, én nem is tudom, nem hát létezik. Ennek a stílusnak az a neve, hogy Blaxploitation, tehát ez a 70-es évekbeli ilyen... Soul-funk detektív filmjei voltak ezek, szerint a 70-es években a afroamerikaiaknak a saját kis filmvilágát csinálta ez a Blaxploitation, és ez tulajdonképpen ezekben születtek meg sok olyan funk zene, tehát ezekben a filmekben volt benne ilyen rendes filmzenék, amiket mai napig is imádnak a brékesek, meg én is, meg amiket szoktam játszani. És sok esetben volt olyan, hogy az a film, ami ment, pont annak a zenéjét játszottam. Tehát ezt sokan nem vágták. Igen, vagy ment a háttérben. Tehát tulajdonképpen csak annyit kell elképzelni, hogy mentek a háttérben ezek a igazi, nagyon komoly trapézgatyás, detektív csókák. Mondjuk így most leegyszerűsítve, nagyon hétköznapi nyelv van. Tényleg, és ott a közben meg a Q-pörgette le a soul-funk muzsikákat. Olyan összművészet ment közben gurmanoknak. Hát de ott kapták szerintem, a feelinget. Szerintem amikor a kiadatlan ilyen NDK pornókat megszégyenítő fekete erotikus, kiadatlan, nem tudom én, 73-as film ment a háttérbe, és a QC előtt nagyon vidáman szkretselt, akkor szerintem nem ez jutott az emberek eszébe, de ettől függetlenül... Nem volt ezeknek a filmeknek olyan része, mint a felnőtt tartalom, de nem teljes értékű felnőtt tartalom, csak erotikusabb rész, és ez az eddig nem is tűnt fel sokszor egyébként. Csak fiatal akkor... felnőtt tartalom. Igen. De neked miért tűnt volna fel? Félmeztelen férfi átölél a nőt, tehát ilyenek, és így az érdekessége pont az volt, hogy volt egy ilyen szituáció, amikor így, mert ezeket mikor bekezdtük a random tripet, akkor ezeket én kikapcsoltam, ugye, hogy akkor csak a random trip menjen. Háttérbe ment egy logó, random logó, azt hiszem, és pont a Kozma Orsi volt egyszer, azt hiszem, nálunk, és benhagytam az egyik filmet, és mit ad Isten, pont egy olyan rész ment, amikor éppen két fiatal ölelkezik, és így Ors így hátra néz, hogy elnézést, ki lehetne hátul kapcsolni a pornót. Óriási volt. Mondja Kiusz, hogy talán igen, de hogy mondja a Kiusz, hogy hát azért ez nem voltak ezek olyan filmek, nem nagyon tűntek fel ezek a jelentek. Igen, persze, neked nem, mert te háttal álltál végig a tévének. Én viszont ott oldalt nyomultam. Mondjuk lehet, hogy még hátul voltam, addig nekem sem tűnt fel, de amikor oldalt voltam, akkor már... De nem erről szóltak ezek a filmek, egyik sem. Tehát volt benne ilyen rész, de ezek mind azért rendes krimik voltak, ilyen régi üldözéses, verekedős, kocsma jelenetes dolog volt. De azért valójában őszintén azok az olasz turisták, akik része
Szegen a pálinkától letévedtek oda mondjuk hajnal fél egykor, azok szerintem nem értették, hogy milyen bolygóra keveredtek. Tehát játszik egy zenekar tök jó zenét, közben a háttérben egy 40 évvel korábbi nem létező New York-i detektív film egy erotikus jelenetekkel átszöve, közben a Kemon kegyetlenül megreppeli, és te meg scratchelsz bőszen, és teljesen, és közben megkérdezik, hogy mi volt a harmadik szám címe. Szóval én azt gondolom, hogy ez tényleg magáért beszélt. Bolygó neve Budapest. Igen, például külföldiekről szólva volt egy csók, aki ott csapódott mellénk, egy ilyen, tudod, ilyen kicsit ilyen hippi fazon, tudod, ilyen szakállas, ilyen vékony, tudod, kiről van szó. Aki mindig balhét csinált egyébként. Volt, amikor, most képzeld, meg én láttam, úgyhogy ugyanúgy ott van, pedig az igen, már 8-10 van. Éve történt. Neki bejön ez a bolygó, amit Budapestnek igen, nagyon-nagyon-nagyon szeret együtt szállni velünk a zeneszárnyán. Az Ego Trip az hogy jött? Ja, bocs, a nevet nem fejeztük be. Ja, tényleg. Ugye, elkezdtük. Majdnem azt kérdezted, hogy a név az hogy jött. Igen. Ja, na most csak gyorsan, rövidre zárom. Szerette volna Bobby, ugye az Instannak a szervezője, hogy azért az emberek, hogyha mondjuk van ez a koncert, azért megismerjék valamilyen szinten, hogy picikét, hogy miről van szó. És ezért került bele a random, a trip ugye pedig egy óriási utazás, ami szintén nem ez volt a terv, hanem... Nem ez volt a terv, az volt, hogy lehetne az, hogy akkor ugyanazt csináljuk, mint amit mondtuk, hogy ne, szeretnénk más csinálni. Jó, de hogy akkor ez a random, ez mondom, nem lehetne az, hogy más néven menjen. Jó, de lehet más néven. Igazándiból ki is találtam, mondja Bobby. Legyen a sorozat neve az, hogy Direkt Ked. Yeah. Mondom, Bobby, ez most komoly szíves, Direkt Ked. Mert hogy mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy elve nem értették, hogy miért kedden szeretném csinálni ezt a dolgot. Tehát, hogy amikor megkérdezték, hogy milyen napra esne a választás, akkor mondtam, hogy figyeljetek, ahhoz, hogy működjön az, amit alapvetően úgy magam előtt látok, az egy nem hétvégi napot kéne megcélozni, mert nem fogunk ráérni. Tehát mindenki játszik a saját zenekarával. Ugye itt az a lényeg, hogy mindig másokat, mindig más és más bandából hívunk el embereket. Tehát ezt kizártnak tartom, hogy mi mondjuk pénteken úgy össze tudjunk állni, hogy mindenki ráérjen, hiszen mindenkinek az első számú dolog az életében a fő bandája, a saját bandája. És hát ugye hétvégén általában játszanak az igen. emberek. Igen. És általában úgy van. Igen. Hogy jött ez a Direkt Ked, és akkor már úgy voltam, hogy akkor inkább, akkor ők nagyon szerették volna, hogy ahogy a random benne legyen, hát mondtam, hogy oké, legyen benne, de akkor viszont nagyon szeretném kérni, hogy ne legyen már benne, mint anno, szerintem a legnagyobb hiba a Random Szerdánál az volt, hogy teljesen. Jó, hogy egy napra kellett persze, kiélezze. Persze. Hogy lehet az a fellépni, tudod, csütörtökön, tehát teljes képzavar, hogy ne naphoz, meg ne emberhez kössük, tehát hogy ne egy ember köré legyen ez építve ez a dolog, hanem igen, legyen igen. Egy kvázi, egy semleges név, és akkor az úgy bármikor, bármilyen napon, bármilyen emberekkel megtörténhet, és akkor én hozzábígyeztettem azt, hogy trip, és akkor ez lett, hogy random trip. Nem tudom, hogy jobb-e, mint a Direkt Ked. De valószínűleg hogy egy picivel. Bocs, Bobby. Csak egy picivel. De azóta is sírunk a Bobbyban. Nekem a lelkembe Direktet maradt. Igen. Ja. Merésznek tűnt egyébként a Ked eleinte. Tehát igen, teljesen igen. Bolondnak néztek minket. Tehát mondták, hogy ez halálra van ítélve a dolog. Tehát Kedden senki nem jár bulizni sehova. Tehát ti egyöntetően ugyanazt gondoltátok mindenről? Kezdetektől fogva? Igen, én úgy gondolom, akármilyen projektet csinál az ember, hogyha kellő időt és energiát belefektet, abból valami lesz. És ez például megmutatkozott az én hozzáállásomon akkor is, amikor mondjuk volt időszak, amikor nem pörgött annyira. Tehát így volt egyrészt beindult, ugye még új projekt, aztán kicsit, tehát hullámbölgyes volt az egész, és volt, amikor a hullámbölgyben volt egy X-gázsing, és azt mondta, hát most fele annyi lesz, ki jössz azért, mondom. Persze, hogy jövök, basszus, szóval nem a pénz miatt jövök, hanem mert ha pénz miatt jöttem volna, akkor már az elején se jöttem volna, mert nem arról szólt, ugye. Azért jöttem, mert nagyon-nagyon jó ötletnek tartom, és nagyon jó szervezőnek és dobosnak tartom a Jávort, és emiatt mindenféleképpen benne akartam maradni. De tehát... most már inkább szervezőnek. Nem, azért. Na, én most már magamra Jávor, inkább mindig amikor jönnek az ébrékes cimborák, és így megnézik a projektet, és mondjuk, az a csávó, de jól dobol, fú, de jó. Kent ezt a beatet, érted? Még egy-két év, és lejönnek a varjok, és fi, ez a csávó úgy küldi, mert beszarok. De ez mi volt egyébként? Ezt most miért mondta így?
Mire gondolsz? Jávor, hogy most már csak a jó szervező maradt meg. Hát azért, mert szerintem az életének a nagy részét annyira elrabolja a szervezés és az egyéb ebben való teendők, hogy szerintem gyakorlásra már nem nagyon jut idő, talán erre gondolsz. Igen, ugorjunk is. Nagyon nehéz. Ez az átka ennek, hogyha van egy álmod, megvalósítod és bejön. Na igen ám, de utána vannak azok a dolgok, hogy sokszor azt hiszik az emberek, hogyha fú, bejön valami, akkor lógatod a lábad, nem. Minél jobban bejön, annál több munka van vele. Mikor jött az első mélypont? Talán pont az, amit a QC említett, amikor az instantosok tulajdonképpen felvetették azt, hogy lehet, hogy egy időre le kéne állni ennek a projektnek. Tehát nagyon őszintén elmondták, hogy bármennyire is sikeresen működik maga a romkocsma, mégis, és bármennyire is friss a romkocsma fogalma, mint olyan Budapesten, hogy itt a 2008-2009-es évekről beszélgetünk, amikor elindultak egyáltalán a romkocsmák, megjelentek a budapesti szintéren. Mégis akkoriban volt egy olyan időszaka az instantnak, hogy lehet, hogy túl nagy vállalást vittek véghez azáltal, hogy nagyon sok helyszínt üzemeltettek egy házon belül, itt ugye tulajdonképpen három vagy négy tánctér volt, diszkó, tehát mindenhol más zene szólt, és mi a pincébe játszottunk. Négy helyszín volt, és volt még egy ilyen szülinapos kis. És közben nem létező helyekkel lehetett beszélgetni, az udvaron, ugye az régi fürdőszobában megmaradt, direkt meghagyott fürdőszoba, ez igen, nagyon jó helyszín volt, én nagyon szerettem, de a lényeg, hogy mondták, hogy srácok, három opció van. Az egyik az, hogy megszűnik a klub egy időre, és amíg meg nem erősödik, addig maga az instant, addig pihentek, aztán visszajöttek. A második lehetőség az, hogy legyetek inkább ritkábban, tehát inkább csak két hetente. A harmadik verzió, hogy csináljátok tovább, de akkor viszont nagyon jelképes pénzért. És akkor így ott álltam, hogy emlékszem az irodában, ezt így meg kellett magyaráznom, hogy srácok, de hogy kerültünk ide? Hát elve mondtátok, hogy volt valami klub, ami azért futcsolt be, mert először hetente volt ugyan, de aztán valaki megbetegedett, akkor kimaradt, akkor aztán két hetente, és az emberek egy idő után teljesen összezavarodtak ettől, hogy A meg B hét, tehát vagy van a buli, vagy nincsen. Tehát az nem fordulhat elő, hogy tényleg az emberek éjjel azon gondolkodnak, hogy este, amikor hova menjünk, menjünk randol, akkor fú, várj, A hét van, B, nem is tudom, ebben a hónapban 5 darab kedv van, akkor A, B, vagy B, A, B, mi van? Tehát, na, szóval ez nem működik. A másik dolog az, hogy két hetente, éppen ezért megint ki fog esni. A harmadik dolog, tehát az, hogy elve, hogy épp, hogy elindultunk már, és most leállunk egy hosszabb időre, ennek sem értelme. És a harmadik dolog az, hogy kevés pénzért csináljuk, az még egy alternatív, és nagyon jó fejek voltak a srácok, átbeszéltem velük, emlékszem, hogy mindenkit megkérdeztem, hogy figyeltek, egy nagyon vicces gázsért eljönnétek-e, és tulajdonképpen úgy csináltuk végig, hogy ők a vicces gázsit kapták, én egyébként nem kaptam akkor gázsit, de ez nem is, hogy mondjam, nem is zavart, olyan 2,5 hónap, amikor rájöttem, hogy ez így nem jó. És akkor odaálltam, és srácok, mondtam az instantosoknak, hogy ne mondjátok már nekem, hogy nem megy jól a helynek, hát jönnek itt tényleg mindenhonnan ilyen Ikarusz buszokkal megérkeznek a külföldi turisták, és elalélnak egyrészt a barackpálinkától, másrészt a helytől, és akkor mondták, hogy igazatok van, és tök jó fejek voltak, azt mondták, hogy igen, természetesen akkor egy sokkal tisztességesebb gázért, mint azt megelőzően folytassuk, csináljunk, szeretünk titeket, hiszünk ebben a projektben, és mellénk álltak. De szerintem ehhez az is kellett, hogy amikor ők azt mondták, hogy kicsit vegyünk vissza, akkor mi visszavettünk, ugye? Tehát, igen, igen. És elfogadtuk ezt, és nem hepciáskodás volt, hanem ez van, nyomjuk együtt, csináljuk. De miért nem merült fel, hogy akkor over? Benned például. Tehát én nem ismerem ezt a szót, csak hogyha azt mondják, hogy te ezt ne csináld, akkor nem csinálom. De ezt nagyon jól tudjuk a Scratchben is, tudod, QC, na most ne scratchelj, tudod, oké, akkor itt nem scratchelek. Szóval ez egy pillanatig sem merült fel bennem, hiszen mint ahogy már mondtam az imént, nem a pénzért csináltam. Ha pénzért csinálom, akkor valószínűleg már az elején se lépek bele az egészbe, mert nem volt, abszolút nem volt nagy gázsi. Hittünk benne. Igen. A zeneszeretete és a hit, meg amiről beszéltünk, hogy itt történtek olyan újítások, amik engem is elvittek agyilag, tehát
teljesen rápüktem a dologra szinte, tehát így mindig várom. Még sokszor most is az van, hogy fú, de jó kedd, megpörgetjük, végre scratcheltek meg mindent. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon nagy csoda manapság, mert eleve a scratch stílus is önmagában visszavett az egész világon, ugye? Ez a hip-hopnak a jövedéke, és a mostani hip-hop zenékben például nincsen scratch, és akkor ez a scratchet is így visszaszedte. De sokkal többet ad nekem például, hogy úgy tudok scratchelni. Most már megtanultam, az elején még nehezebb volt, akkor még tényleg volt, hogy QC most ne scratchelj, mert nem voltam még annyira adaptív az egészhez, de utána szépen lassan ezt megtanultam, hogy hol lehet, hol nem, hol érdemes, hol kell megpörgetni. Sokszor még vissza is veszek jobban is, viszont na akkor most már nyomos bász kapom, hogy na akkor scratchelj itt, itt scratchelj, ugye, és alapvetően mondom, ez az egész jelenség szinte, én inkább jelenségnek mondom a Random Trippet, nem csak egy programsorozatnak, egy koncertsorozatnak, szóval maga a jelenség, ami megfogott engem, és emiatt sem akartam abba hagyni, mind a mellett, hogy szeretem a zenét, meg tök jó projekt, meg minden. Hát akkor úgy adjuk abba, hogy QC most scratchelj, jó? Légy szíves, és akkor a... Abba, come on! Random Trip! Besegítesz? Persze. Yeah. A Random Trip 10 éves jubileumát ünneplő podcast sorozat első részét hallottátok, de a történet folytatódik. A sorozat további epizódjait keressétek a Random Trip felületein. Én Horváth Gergely vagyok, és köszönjük, hogy velünk vagytok. Ez a podcast a Prodcast, a Prodcast baráti körtagja. Prodcast. Vidd magaddal. Random Trip.